és felkerülünk a vitézszörnyi, aki lát, hogy egy rövid, mondani tájékoztatott is ebben a vitézilen munkájával. Mondom rövid. Ezt az előadást választotta Kiszeli Zoltán politológus előadás helyett. Külön köszöntöm önkormányzati képviselőnket, a történelmi vitézirend és a vitézirend itt megjelent tagjait. Egyébként azért is hozom fel Kiszeli Zoltán politológus előadását, mert az előadásának a címe az, hogy védjük meg hazánkat. Ugye természetesen egy megfelelő kampánystratégiának a része, de a húsz az, hogy védjük meg hazánkat. Ezzel a célra mi is egyetértünk, hogy védjük meg ezt az országot, védjük meg hazánkat. Nekünk természetesen más eszközeink vannak, hiszen mit tud kezdeni egy társadalmi egyesületként működő vitézi rendben az országban, főleg úgy, hogy ahogy itt el is hangzott, hogy az egység még hiányzik, annak ellenére egyébként, hogy a mai meghívón is szerepel, hogy a vitéznek minden körülmények között törekedik el arra, hogy az összetartás érzését megteremtse, illetve azt erősítse. Ez a kérdés az, hogy az összetartás érzését teremtsük meg, vagy magát az összetartozás is. Zsolt megkért arra, hogy röviden beszéljek. Ha röviden szeretnék beszélni, akkor elsorolnám, hogy 2015. októberi, illetve szeptemberi javatásom óta eltelt két évben, pontosan milyen rendezvények voltak, mondani, és hogy vettünk ebben részt. De ez önmagában egy száraz felsorolás lenne, hogy egy kicsit megpróbálom az időben is ugrálni, illetve több másik szempontból megközelíteni ezt a kérdést. Mindenképpen én úgy látom, hogy itt Monoron a vitézirend monori tagjai közül, illetve a monori kötődési vitézek közül nem vagyunk tizen sem, aki bevethetőek vagyunk. Ez persze érdekes szó, hogy bevethető, hiszen annak ellenére, hogy Zsolt például ugye a fegyveres erőknél szolgált, ugye katonaként, illetve később rendőrként is, tehát számára nem ismeretlen ez a szó, én magam is egy fegyveres őrség tagja vagyok, aki a nemzetközi repülőteret védi. És ha már a militarizmusról beszélgetünk, akkor Fitch László taktársunk, Görmester úr pedig ugye lövész egyesületi tag, és az itt jelen nem lévő Hajdú Márton vitézünk, aki egyébként rengeteg versmondásban szerepel. Ő maga a fegyvert, ha úgy tetszik, hiszen két daros, feketőrös, tékfontos emberkéről beszélgetünk. Aki egyébként részt vett idén, az idén első alkalommal megrendezésre kerülő, de annál sikeresebb rendvédelmi kiképzésen, amit a vitézben tartott, ahol Marcihoz hasonló 20 éves fiatal emberről beszéltünk, hiszen 20 éves Marci. Fiatal, lendületes, erős embereknek tartottak úgymond rendvédelmi kiképzést, ahol alapvető valakiismeretek mellett alapvető harcászati, illetve fegyverismereti eladásokon vehettek részt, illetve gyakorlatban is volt mondjuk ezeket kipróbálni. Én is azt mondom, hogy az ország nem csak azért lesz, aki teleszülik, hanem aki meg is tudja védeni. És ezt a védelmet nem csak fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is kell vegyük. Tehát ami legfőbb irányvonalunk jelenleg, azt kell mondjam, hogy a szellemi honvédelem. A szellemi honvédelem is több irányból közelíthető meg, Az egyik az, hogy a rendezvényeken mindenképpen részt vegyünk, mondom, hogy olyan rendezvényeken, amelyek értékrendünkkel azonosak, vagy közel azonosak. Ezáltal mi is hasznos tagjai tudunk lenni Monor város közösségének, nem feledve el, hogy Monor kistérségi központ, Monor város környékbeli településeknek igazából vezető városa települése kell, hogy legyen. És ezt mindenképpen figyelembe kell vegyük, amikor valamilyen rendezvényre elmegyünk, ott szerepet vállalunk, aktív vagy bármelyik más, tehát vagy passzív, közreműködőként. Ugye a vitézirend monori részlege, amikor én becsatlakoztam, nagyjából azzal kiismerült, hogy koszorúzásokban megjelentünk és elhelyeztük a emlékezés koszorút. Ez önmagában nagyon helyes cselekedet, de a március 15-ei, vagy az október 23-ai megemlékezésen, amikor a ünneplő forradalmi tömeget az önkéntesen kivezényelt iskolások adják, emellett ott van az a maximum 100 ember, aki egyébként minden más rendezvényre elment, amit megy, amikor a nemzetről és a hazáról van szó, és nagy része most is itt van. Tehát már ismerős arcokat tudunk köszönteni. Hogyha azt nézzük, akkor a kivezényelt forradalmi tömegnek magyarul kötelezőként elálljó, rokkant nagy állóképességű, tanulságot terő ifjúság nem fogja megkülönböztetni
A 13. intézménytől a vitézi rendet, a Ferencék ruhába is teszünk le a kozorúinkat. Ha egyáltalán ott maradt, ugyanis nagyon érdekes, hogy a kozorúzásra történő felhívás pillanatában, mintha egy ki nem mondott vezényszó lenne, 2016 márciusában meg is számoltam, ez a 2016 márciusában meg is számoltam, a kozorúzás végén 32-en maradtunk ott az emlékünkben. Köztük a vitézet. Ez önmagában elmondja a társadalmunk jelenlegi helyzetét és a városbeli megközelítést is. Tehát ebben a helyzetben nagyon nehéz feladatunk van. És úgy látom, hogy a vitézrem, ha már felsorolt és megismert előítéletek és nem ismerés miatt, önmagában egy hátrányból indul ahhoz, hogy önálló rendezvényeket sikerrel tudjon véghezni. Ennek ellenére az én próbálkozásait nem fel. 2016. október 7-én a 2016 márciusában feladatott temetői 48-as kopjonfal mellett önálló rendezvényt tudtam félrehajtani, és a hidegenre 30, több mint 30 érdeklődő eljött, köztük több önkormányzati képviselő, valamint jelenlévő Kladár Istvánnak tisztelet úr szolgálta istenikéjét. Mindenképpen csak olyan rendezvényekbe társadunk bele, ahol az értékrendeink megegyezik, értékrendünk megegyezik. Tehát a népfőiskolai kezdeményezésekben mindenképpen, akár az Alá István népfőiskola kezdeményezésére, ami Monoron megtörtént, az Zrinszky Zsolt barátunk előadása az országlátszó Stiamon emlékűről, emlékűnél, illetve a Jobbik Székházban megtartott előadásánál, és az után is részt vettünk, én magam mondtam el az első pécsi döntésről, a rövid kis előadásomat, én az országlátszós, felújított országlátszós Stiamon emlékűnél, annak kerekéfordulós megemlékezésén. Ez 2015 őszén volt. 2016. augusztus 30-án csak baráti társasággal kimentünk a ugyanígy az országlátszós emlékünket, és este, augusztus 30-án a második pécsi döntésre emlékezve egy játék jutottunk önállóba. Kérdés az, mint említettem az internetes oldalon, szeretnék két vitaindító kérdését is föltenni. Érdemesen önálló vagy más szervezetet becsatlakozni? Második pécsi döntésről egy ön megemlékezést tartani, amely igazából magunknak szól, hiszen megpróbáljuk ugyan elmondani, mint hogyha második egyenlő is ott lenne, a véleményünket a második pécsi döntésről, illetve a revízió egyik eredményéről, de ugyanígy az első pécsi döntésnek a eredményéről, vagy inkább másféle rendezvényre kihegyezve ezt a dolgot, de mindenképpen tájékoztatni kell a lakosságot, illetve főleg az ifjúságot erről a két döntésről is. Azért mondom ezt a kettőt, mert mind a kettő esetben ugye voltunk már ki. Ezek nem akkora jelentőségű megemlékezések, mondom, hogy önállóan tudnánk róla beszélni, de a Nemzeti Összetartozás napja, az a Stiamon gyász évfordulója, akkor hogy közelítjük meg ezt a dolgot, mert a Nemzeti Összetartozás napja egy szép szó, de ha azt nézzük, hogy 100 évvel Trianon után isteni csoda, hogy egyáltalán az idegen elnyomás ellenére van még határon túli magyarság. És ezért érdemes megünnepelni a Nemzeti Összetartozás napján, válaszként arra az arcátlanságra, hogy Szentpolgonszeged ilyen alávaló magyarul volt ebből. Vagy trianoni gyászünnepségről beszélgetünk, ahol a nem soha az alapvető játszó. Ez is egy érdekes kérdés, mely most úgy gondolom, hogy 21. században megosztja egyébként a nemzetben gondolkodókat is, és a későbbi rendezvényeinkre mindenképpen szerintem ezt hatással kell legyen. Idén, június 4-ére emlékezve, már Nemzeti Összetartozás napjaként rendeztük meg ezt a baráti társaságban ezt a megemlékezést, ahol Kisolt barátommal, illetve itt jelenlévő Dolgok Szabolcs zenész barátunkkal közösen, zenei közreműködőként, Hajdú Márton vitézünk el vers, olvasás, versmondás, ifjú Kadétú, Zsoltak lánya, ismét csak versmondással vett részt, illetve én egy rövidebb beszédet mondtam, mert nem is hosszú volt, mint ez a mostani, úgyhogy de megavítottam, igen, tehát elmondást kérek ezért. Minden esetre én úgy látom, hogy mindenképpen szerepet kellene vállalni, mert ha nem tesszük, akkor ki más lesz az? Ugye Lándor Jendre, a Jobbik Mondani Alapszervezetének elnöke meg tudja mondani ezt a
ezt az érdekes tendenciát, hogy gondolom a város milyen szinten vette le magára a terhet, hogy neki ilyen nemzeti összetartozás napjára, hogy tudjon megemlékezés egyáltalán tartani kellene. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat. 2008-ban vagy 2009-ben elkezdte a Mondai Jókép, illetve helyen annak baráti társasága ezt az egész megemlékezést megtartani, és a város föltette kezét, azt mondta, hát meg lesz a dolga nélkülünk is. Nem hiszem, hogy el kell engedni ezt a kezet, le kell húzni a föltett kezet, és vissza kell őket vonni. Hát tudomásul kell venni, hogy ebben a szerepben igenis bele kell vonni a város teljes lakosságát, a város teljes vezetését és a város egyéb szervezeteit, de úgy, hogy az irányvonalat visszadjuk meg. Mert ha visszadjuk meg ezt az irányvonalat, akkor abban meg fognak jelenni azok az izmusok, amit előbb itt a 10 parancsolatban megcsinálunk. A katonai erény, a nemzeti érdek, és mindenképpen az Isten követet. 2016 és 2017. június 4-e ezt az üzenetet hordozta, legalábbis az én számom. Aztán egy érdekes irányvonal van, hogy a jelenlegi politikai hatalom megpróbálja azokat a nemzeti emléknapokat behozni a köztudatba, amik eddig úgymond nem volt. Hatalmas, hatalmas mulasztást pótol azzal, hogy László Ferenc hagyományőrző, aki a Rákóczi irányvonal egyik legvehemesebb képviselője az országban, és mondta, hogy a 8-ára egyébként Budapestre, a Bazilikát pont Rákóczi Ferenc újratemetésének kerekei fordulóján rendezvényt és Isten tiszteletet nyitott hirdetet, aminek a részvételről egyébként szerintem beszéljünk az előadás után, mert engem minden érdekel a dolog, de ez egy más kérdés. Tehát László Ferenc egyik legkeményebb Rákóczi hagyom a örökség hordozója kezdeményezésére, a kormány meghozta a Rákóczi Ferenc emléknapját, a Rákóczi Ferenc születésnapját. Ez eddig nem volt. Illetve a pár évvel ezelőtt megszületett ez a törvény, de senki sem foglalkozik vele. Most ezeket az alkalmakat, az ilyen alkalmakat megragadva, én úgy gondolom, hogy a Vitézi bennek, és legalábbis a Mondori rendtársakkal ebben egy hatalmas támogatást kapok, hogy igenis ezt a hiányi voltást nekünk meg kell valósítani. És ezért idén március 27-én emlékezve Rákóczi Ferencünkre, aki a leghosszabb szabadságharcot vezette Magyarországon, és egy nagyon jó alkohol zárult, és egyébként Rákócziról sokat lehetne beszélni, hogy személyes példaadásával, mind a szabadságharc vezetésével, a személyes vagyontervének a felajánlásával és vagyonának igazából feláldozásával teljesen az életét rászánta egy ügyre, amely végül elbutott, de példázatot mai napig számunkra is. Az ő emléknapját idén március 21-én meg tudtuk tartani, ahol a Balassadi Népfőiskola egyik alapítótagjához így előtt Magócsi Lászlóval közösen tudtunk beszédet mondani, és a telepen, maga telepen, a városrészen működő egyházközsége, a Kistánkormira tanulatos egyházközség, illetve a katolikus Kistánkormban, ugye Kasztelá Tamás atyával közösen, egy ökumenikus rendezvényt tudtunk megvalósítani, amely megjelent közel 100 Én úgy látom, hogy ahhoz képest ilyen rendezvény nem is volt, és ezt a mi közreműködésünkkel tudtuk megvalósítani, ez példaadás. Ebből lehet valami eset. Monor város egyébként nagyon érdekes város, olyan érdekes település, hogy mind a négy magyarországi szabadságharcnak, tehát az egyetlen győztesnek tekinthető Bocskai Főzetelkelés, melyet most már szabadságharcnak tartanak és joggal a magyar történészek, a Rákóczi szabadságharc, a 48 szabadságharc, 48 szabadságharc, illetve az 56-os szabadságharcunknak, minden egy szabadságharcunknak van közterületi emlékünk. Ebből a négyből három, valamelyik monori történelmi felekezet területén lett kialakítva, ezzel is megmutatta a példát egyébként, hogy a Mondori Egyházközség igenis komolyan veszi a történelmi örökségünket, mind a katolikus, mind a református egyházközség, és ha már van mind a négy szabadságharcunkról emlékünk, akkor igenis mind a négy szabadságharcra igenis emlékezünk. Akkor is, hogyha törvény erre nem kötelez, akkor is, hogyha törvény erre úgy kötelez, hogy kiadjuk a gyerekeket egyébként március 5-én, Bocskai István szabadságharcára, a bécsi békére, az egyetlen olyan győzte szabadságharcunkra,
ahol mindig támadtuk a feltételeket, és három mondat kivételéből a Bécsi útban elfogadta, és nemzetközi szinten ezáltal biztosította Magyarországon vallásszabadságot és az egyéb vallásjogokat. Nem csoda, hogy igenben a reformáció emlékművén Bocska István képviselője a magyarságot, mondom is a Bocska emlékünk, és a Bocskai megemlékezés most már második évben is megvalósult egy református kis templomban, ahol szintén részt tudtunk venni. Lehet, hogy csak annyira, hogy Kis László önmester zászlótartóként állt, és fogta a zászlót, díszőséget adott. Lehet, hogy csak úgy, hogy Kis Zsolt százados úr gitárral előadást tett. Lehet, hogy csak úgy, hogy én is beszéltem majdnem röviden, de második évben tudtuk megvalósítani, ahol ebben a rendezvényben be tudok csatlakozni Vitézre, és jó magam, aki egyébként művelőszervező végzettséggel rendelkezem, de egy napot nem dolgoztam benne, csak ilyen saját kultúrás rendezvényemből. El tudtuk azt érni, hogy a Vitézre ne csak közreműködő, koszorúzó, sokadik szervezet legyen, hanem egy olyan irányító szervezet, egy olyan irányító vonal, aminek az értékesítményt föl lehet vállalni. És ez már a második évben, 2016-ban és 2017-ben ugye meg tudott valósulni, nagy örömmel. Emellett kitérnék kettő olyan rendezvényre, ami igen nagy visszhangot váltott ki ebben a városban. Az egyik 2016. március 15-én volt, ugyanis a mondani református egyházközsége egy olyan érdekes kintű birtokában vannak, ugyanis a református temetőben 10 darab olyan síremlék található, amely 1848-49-es szabadságharcos honvédeknek tart, vagy állít emléket. Nem hősi orvosokról beszélünk, hanem olyan 48-as honvédekről, akik hazatértek a háborúból, letöltötték büntetésüket, és mondanon haltak meg, és az utókor fontosnak tartotta sírköveikre fölvésni, hogy 48-49 szabadságharcban aktívan szerepet vállalt. Akár Góló Dániel Fogvétuszán főadnagy, aki lába alsó részen 5 folyósebet jut a túlvilágra, ugye ilyen feliratokban. Ez most már védett sír, mint a 10. Ez a 10 sír a református egyezkösség nyilvántartásra védett beosztásra került, 50 ezik fel számon, nem lehet. A honvédelmi miniszterünk illetékes részére nekünk köszönhetően tud róla. A hadisírgondozók különböző egyesületek nyilván tartják, annak ellenére nem hadisír, de különleges, és az elmondásunkból tudjuk, hogy országos szinten különleges. Volt egyébként a múltkori temetőgondozás, vagy akkor is ugye, volt egy ilyen síremlék felvezésre került, hála Istennek, de az országban nagyon kevés. És mondom, 10 megmaradt. És az azt gondoltam, ilyen személy szerint is, ez egy olyan ritka alkalom, hogy ezt valahogy köztudatba be kell hozni. Azt tudjuk, hogy Monorról volt 348-as honvéd. Akkor 96 a nevét tudjuk. 10-nek a sírja meg is van. Akkor miért ne tudnánk ezekről egy olyan embert megemlékezni, amely felhívja arra az örökségre a figyelmet is. 2016. március 15-én közadakozásból egy kopjapás emlékünk készülhetett el, és ennek a kopjapás emlékünknek az avatásán nagy örömünkre, több mint 100 embert jött el a városból, hazáról, hogy havas eső volt és nagyobb idő. És ez az emlékművel a Vitézre, díszegyelmás tagjai, a történelmi Vitézre tagjai közösen, közreműködtek, díszőrséget adottak. Egy olyan rendezvényt adtunk ennek a városnak, ami korábban nem volt. Korábban, amikor díszőrség volt, akkor más állapok volt. Most megvalósult. És ez a Vitézi rend közreműködésére, és idén, május utolsó vasárnapján, a hősök napján, a Vitézi rend szintén kitett magára. Olyan szinten, hogy nem csak a pestmegyi törzskapitányság, hanem a lógrádi törzskapitányság tagjai is telen voltak. Korhű egyenruhában, díszőrséget 200 fő érdeklődő ellen. Ahol Fogásos Tibor államtitkár személyesen jelent meg, és Fogásos Tibor és Sobuk László közös koszorúját, a Magas Polgármesterek közös koszorúját, a Valasagy Arnati
vitézekből álló hagyományozó, 16 honvéd hagyományozó csoport tagjai tették le az emlékműhez. 200 ember érdeklődését földtudták. Ez nem jöhetett volna létre, ha a történelmi egyházaktól nem működünk közben együtt, ha együtt tudunk működni. A történelmi egyházaktól kiindulva ebből a 10 parancsolatból, hogy mindenképpen keresztény és keresztény gondolkodás, az alapját kell, hogy képviseljek és képezzek gondolkodásmódunknak. Ha ezt az együttműködést meg tudjuk csinálni, a vitézi rendszínvere már nem valami neonáci gittegyletnek a megfelelője lesz, hanem komoly társadalmi ügyet képviselő és komoly mondatokról a bíró személyeknek a hűtőhelye. Én úgy látom, hogy e felé jó irányba van. És bízom benne, hogy ezt a munkát talán tudjuk is folytatni. Nagyon kellemetlen helyzetekre tudunk egyébként kerülni, nem azért, mert annyira ciki lenne valami neonáci csoport elszállt militáns tagjának lenni, mert már megszoktuk, ugye Vasalbert egyik művében köszön vissza ez a folyamat, méghozzá, hogy a nyugati kikötőben találkozunk a főhős az öccsével, és hát megkérdezi, hogy az öccsét a Vasalbert, tehát a mesélő, hogy még mindig kommunista vagy? Ne. Hát akkor mi van? Hát fasiszt. Náci. Hát de hogy van? Addig mondták nekem, addig ütöttek ilyet, hogy légy az. Ez a veszély rájuk is áll egyébként, de hogyha azt jelenti jelenleg a nácizmus, tehát gyakorlatilag ki kell mondjuk, hogy most jelenleg, ha valaki kitűzi ezt a zászlót, ami a másik zászló, vagy ezt a szép címet, akkor már rögtön megkapja a villogot, egy nácizmusista megismerte, és sorolhatnánk szerintem tovább. Kérdés az, hogy tényleg csak azért, mert vállaljuk nemesének a képviseletét, ami azoknak az embereknek, akik ezt a bélyeget ránk sütik, felfoghatatlan. De valahol mégsem felfoghatatlan, mert szerintem a legnagyobb liberális olvasztó tényleg az Egyesült Államok, és az Egyesült Államokban, ott, ahol a fegyverviselés majdnem alkotmányos jog, ugye hazájukat szerető önkéntesek róják a határt, a déli határt, és önkéntes határvadászként, szó szerint vadásznak a déli államok illegális határt. És ez ott egy elismert dolog. Mert ő fegyverrel védi a hazáját. És lehet, hogy az ősnek írek, hogy kelet-európai emberek, de ő fegyverrel védi a hazáját. Most gondolj bele, ez Magyarország. Hát lehet, hogy eljön az idő, de kérdés az, hogy eljön az idő arra, hogy képesek leszünk egyáltalán megvédni ezt az országot. Én mindenképpen azt mondom egyébként, hogy akkor leszünk képesek ezt az országot megvédeni, hogyha egyrészt lelkileg biztosak vagyunk abban, hogy nálunk nagyobb hatalom alatt áll, ami nem emberi hatalom, és nem európai hatalom, és nem nemzetközi hatalom, hanem egy égi hatalom. Ha ezzel tisztában vagyunk, és ebből tudunk merítkezni, akkor szerintem nem még nem. Hogyha tudjuk azt, hogy mit kell egyáltalán megvédenünk, ezt a 93.000 négyzetméteren túl egyébként a Kárpátokon. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor nem csak ezt a néhány négyzetkilométer kis Magyarországot, hanem az egész Kárpátok gyűrűjét foglalkozik Magyarországon. Hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy pontosan mit is akarunk megvédeni. És ahhoz, hogy ilyen fejekben tisztában vannak a dolgokban, én úgy látom, hogy mindenképpen szükség van a vitézi rend tevékenységére. Minden szinten, és alkalmatlan és alkalmas időkben együtt. Ha csak a 2015-től felvázolt eseményekről kéne beszélnem, akkor itt most lejtszáltam a dolgot, de szeretnék még néhány eseményt meghirdetni. Az egyik a már említett október 28-án Budapesten a Protonok Bazilikában lesz a megemlékezés Rákóczi Ferencről, amelyre én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes lenne nem csak mit érzeken, hanem hazáinkat aggódó embereknek kell lenni. Arról, hogyan kielekedett a francia követ, akkor bezárták az előadást. De ha megnézzük azt, hogy ezzel a francia követ által részleges fordának tartott kuruc csapattal gyakorlatilag 8 éven keresztül nem tudtuk, hogy mit kezdeni az Európa egyik legerősebb hadvezetése, akkor mi érdemes elgondolni ezt a kijelentést. Másrészt itt ilyen október 23-a, ahol ismét részt fogunk venni a koszorúzáson és a városi megemlékezésen, de egy érdekes szomorú tapasztalatom van november 4-ével kapcsolatban, ugyanis november 4-e szervesen kapcsolódik, ugye
56-hoz. A szabadságharcra előződő eddigi legrövidebb szabadságharcra véleségét ért. És gondolom, ennek nincsen hivatalos megemlékezés. Tavaly se volt, amikor a 60 éves kerekétforduló volt. Biztos nem lehetett rá lehívni pályázati pénzeket. De azt nézzük, hogy évek óta, sőt, most a évtizedek óta Vásári Géza bátyák szélvonalharcának egyik része az, hogy minden november 4-én este megjutjuk a gyertyákat a Monori 56-os emléknél, legyen az 56-os kopjafa, Magócs István emléktáblája, Fort László emléktáblája, illetve az 56-os emlékünk, akkor most is azt mondom egyébként, hogy november 4-én este találkozunk fél 6-kor a Monori kopjafánál, az 56-os kopjafánál, ahol fél óra alatt végigjárjuk a központban lévő három emlékművet, ahol eltudjuk helyezni a gyertyáinkat, majd becsatlakozunk 18-ától kezdődő római katolikus misére, ahol Pasztárnák atya elmondta, hogy a misét emiatt felborítani nem fogja, de imádságával és predikációjával mindenképpen meg fog emlékezni az 56-os november 1-es magyar áldozatokról, akik a szovjet betörés áldozatai. És Tamásnak megkérte meg arra is, hogy egy közös himnusz énekléssel, akár Turner Ferenc, a kommunizmus egyik áldozata, mondani áldozat, akinek emléktáblája egyébként az előző évtizedben november 4-én adták föl. Turner atya emléktáblájánál tudnák ezt a megemlékezést, Pasztának atya vezetésével igazán teljesen. Teljesen. Én azt mondom, hogy mindenképpen találkozunk november 4-én esetében ezzel kapcsolatban. Október 6-án ugye említettem, de a mostani október 6-án is részt tudtunk menni, és volt egy október 6-án emlékezés tanul. Ahol szintén vitéz hallgóvák a hangot verse. Tányzés át, Sámon versét mondta egyébként a főtér kocsikszobornál. Tehát a vitézen ott is jelent volt. Az eddigi rendezvények szerint, mondanom, számolnak ezzel a címerrel. Most már számolnak. Ehhez az a kitartó munka kell, hogy meg kell találni azokat az alkalmakat és lehetőségeket, amikor ki tudjuk fejteni a mi véleményünket, akár tette, akár szóval. Az ilyen előadásokat, amikor most elhangzott, hatalmas szükség volt, hogy rendben tegyük a gondolkodást, amit fejlődik a harmadikus. Ugye csak egy példa, én még voltam hatalma 2003-ban, de akik nálam idősebbek, azok meg tudják mondani, hogy számolt a keleti hadvezetés egyébként a hadgyakorlatoknál, hogy hány százalék elpúlás megengedett. Nekünk ugye mindig azt mondták, hogy most már csak 2, de volt ez 10 is. 10% elpúlás megengedett, az nem kell foglalkozni, ez csak a hadgyakorlat. Hát akkor hadd kérdezzem már meg ezzel a logikával gondolkodva. 200 000 magyar honvéd feláldozás, 2 millió visszatért magyar lakosság teremtmény. Akkor a 10% elhullására engedett. Katonaként gondolkozva, ha már voltunk postára. Akkor ezzel mit kezdünk ezzel a megközelítéssel? És akkor már mindjárt azt mondjuk, hogy ja, tényleg. Bűne, az adott korszak, legerősebb szárazföldi hadseregének szövetséges ellen. De ha igen, akkor lépjünk el át. Tehát ezeket a megközelítéseket ilyen irányból is meg lehet nézni, és meg lehet közelíteni. Ezt is úgy vitamin szónak számítom. És még egy, illetve még két dolog, november 4-ére kapcsolatban. Miért van szükség erre a megemlékezésre, november 4-én? Még akkor is, ha csak egy gyertyaültetés lesz, ahol közösen utána egy nyakas kálvinistaként is részt tud venni egy szentmisén. November 4-én a városban 2 rendezvény. November 4-én szerintem őrmestőből nem lepik meg, aki ugye érdekesen vett a tudomást, hogy október 6-án rám a konszületi felfogadást volt. Tehát egy ászlatot. Tehát erre odafigyelünk, ugye? Természetesen. Kérdezem, hogy keresztény jelenti vezetés, és nemzetben gondolkodik egy vezetés, de ezt ugorjuk. November 4-én lesz Tájpox gála, este 6-kor, ami azt mondom egyébként, hogy szükséges, hogy legyen, mert igenis ki kell levelni Magyarországon is azt a küzdeni képes és önmagát megvédeni képes ifjúságot, aki akár Tájpoxszal is, nem feltétlenül barantával, de van a légküzdősporton, tanuljon fegyelmet és önvédelmet, és akár támadást is. A másik pedig egy jótékonysági rendezvény, egy Halloween Park, a Monori gimnázium. Ami azt nézzük, hogy megint csak egy jó dolog, hiszen jótékonysági rendezvény,
rendezni, hiszen a gimnázium saját magára költi a bevételt, tehát megpróbálnak úgymond levárni az állami tárcsatornáról is. Az más kérdés, hogy november 4-én kell csinálni, és hogy Halloween bár kell csinálni. Ezt mindenki döntse. A Halloween-ról is megvan saját véleményen. Ha azt nézzük, hogy közösségi élményben a fiataloknak, akkor elfogadható kompromisszumokkal, de eltettem. Ma már azt tudom mondani, hogy nagyon küzdeni nem tudunk ellene, de világosítsuk már fel a fiatalhoz, hogy pontosan mit is jelent, ez nem zombi felvonulás jelent, hanem mi is ennek a kelt eredete, de emellett menjünk el nyugodtan reformáció 4.31-én, és menjünk el temetőbe halottatlan első szentélyponttal, és gondolkozzunk el ezen egyébként a kelt a hagyományos tiszteletet tartásával is. Ha pedig azt nézem, hogy gyakorló apaként közösségi élményt adok a gyerekeknek azzal, hogy ötöt haragok, és megtanítom őket is, hogy hogy kell, nem kell az első mozdulattal ellen a saját kezét, elég a másodiknál is. Akkor azt mondom, hogy adhat jót egyébként a több faragás is. Ha el tudjuk közben mondani, hogy egyébként ez a keleten fontos, amire gondoltak a visszanált élő lelkekről is szállt meg. De ez nem csak egy más kérdés. Én azt mondom, hogy ezen a szép napon, november 4-én, ha már két ilyen fantasztikus rendezvény mondanom, csináljunk egy harmadikat. Adjuk választási lehetőséget mondani érdeklődő lakosságának, hogy erre is elmondani, november 4-én. A mondani 56-osok már nem élnek egy se. De az első nemzedék leszármazottja én. Ő telepélyemesen megszületett egyébként. Gyermekkel mindenkivel kutatom, most itt az internetről. Ő telepélyemesen, édesapja főtelepülős, hosszú dörpülényeket kapott azért, mert megpróbálta 17. kerületben föltartani a fegymóró orosz csapatokat. A közelebbi családok még 86-ban is megfigyelték, mondanom, csak ennyit a családról egyébként is. De hagyjuk ezt a kérdést. Tehát november 1-én azt mondom, hogy hívjuk meg azokat a 56-os kötődésős leszármazott embereket, akik érintettek ebben a dologban. Mert annyira kevesen tudjuk, hogy Monorról elvittek egy tanítót, sok évi fogságban 56-os szerepvállások élnek. Egy részét nem is csak Magyarországon kellett letölteni, a Szovjetunióban. Tehát azért a november 4-i Halloween party előtt ezt mondjuk, hogy csak jövő ilyen is volt. És még egy rendezvényesetet befejezem. Egy nagyobb szabású rendezvényes szeretném fölhívni a figyelmet, ahol ilyen személyzetek ismét szervezőként veszek részt, ez a Magyar Kormány napja. Ez 2015-ben született meg erről a törvényhatározat. 2015-ben november 15-én Betmennel a születésnapján döntöttek úgy, hogy nap lesz a Magyar Szormány napja, amely egy tematikus nap a ma már őshonos kisebbségként Szormányvidéken élő magyarokkal foglalkozó tematikus nap. Hiszen ha csoda, akkor az tényleg is nincs oda, hogy 100 évvel trianon után olyan területen, ahol már 100 évvel ezelőtt is kisebbségben vannak, mint mi a magyarság. És nem, hogy él, és nem, hogy vegetál, hanem élő közösségük van. Ezért a Magyar Szormány napjára szerintem mindenképpen érdemes rászállni egy alkalmat. Mi most mondom a református egyházközségekkel közösségek ezt meg. A Vigadó tiszteletben lesz a rendezvény. Elég komoly programmal, az interneten már lehet is olvasni, egy-két dolgot róla. Én úgy gondolom, ha nemzetnek gondolkodunk, és megmarad el, ha gondolkodunk, akkor erre a rendezvényre is hívjuk fel egy másik barátságot. És kedves feleségem, akinek innen is csak köszönettel tartozom, hogy elviseli én irányba mondani, és ilyen irányú energiahozalásaimat. Hihetetlen türelmes asszony, bár mindenkinek jelen a felesége. Én azt mondom, hogy tényleg csak köszönettel tartozom felé. Ő hívja fel mindig, hol aranyosan, hol erősebben a figyelmet ad, hogy minden hónapban lenne megemlékezés valakiről lehetne. Ebben teljesen igazad van, hogy meg kell válogassuk azt, hogy tényleg mindennel foglalkoznunk kell, vagy választjuk ki azokat az irányvonalakat, amivel mindenképpen foglalkozunk kell. És ezekben az irányvonalakban az előző két év példaadásával és tapasztalatáival figyelembe véve lesz, amire szükséges, hogy mi vezérvonal, mi általunk lefektetett vezérvonal mellett legyen megemlékezés monorom, vagy akár környékbeli településeken, vagy pedig más szervezetek megemlékezését és rendezvényére aktív bekapcsolódással a Vitézi-nek is szintén szerepet kell vállalni. Köszönöm belőle, és köszönöm tanulmányt belőle, és egy percet kérek még annyit sem, egy idézetet szeretnék felolvasni, mindenki jut a
valami hazarész máról lehet, mert felolvasták, de legyen, nem tudom. Szerintem mindenki ismeri, aki itt van, de nem azért elmondom, és a tökéletben fog pedig erősíteni meg bennünk. Forti Miklós emlékiratairól olvasom. Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyar, aki a névre méltó, és akár otthon szenved némán, az idegen uralom alatt, akár küldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles a világon, temessen el minden pártiszájt és személyes perpatval, és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét, és csak is ezért dolgozzék meg, imádkozzék. Ez a cél, mindjárt közös szent célja. Magyarország felszabadítás. Köszönöm szépen!